szegény vagyok, szegénynek születtem. Az én babám, a legszebbik kincsem, mert a nézését, meg a járását, meg a csípőjének a ringását, 100 aranyért nem adnám, 100 aranyért nem adnám. Na most te jössz. Felelsz vagy mersz? Felelek. Felelsz? Igen. Jó. Hány fiúval feküdtél eddig? Erre nem válaszol. Miért? Nem. Több vagy kevesebb? Kevesebb. 3. Nem. 2. Jó, akkor 1. Kam. Mi? Hazud. Miért hazudnék? Hitkorsos lett egyszer. Szakad mi? Most én már tetszene tudni mondani, merre találom a mosdót. Köszönöm. Mi az, hogy nem? Nem, ami működik a halál faszán, ami bótban lett múlva. Itt vagyok. Ezek a vidéki csajok már mind borotválják. Nem, Kriszti más volt. Azért, mert Kriszti román. Azoknak meg mindig fázik a lukuk. Ugye vagy te, bazdmeg. Hallod? Szűz a csaj. Mondom, szűz a csaj. Persze, mindenféleképpen. Oké. Azonnal. Jól van. Persze, jól van, oké. Ciao. Csak egy spar. Haver.
Egészséged. Egészség. Elnézést, nem akarok én semmit, csak nem tudnátok megkínálni egy szál cigarettával? Elsői kölcsön. Persze. Kifizetem. Hagyjad. Dehogy is. Tényleg kifizetem. De nem azért adtam. Hogy még azt, hogy jöttek, hogy valami. Hol elvittem. Tényleg. Jó, akkor elveszem. Akarod, hogy kicsempészem neked? Nem. Kiskoromban nekem is volt egy ilyen maci. Édesapámtól kaptam. De jó sárosig mennyit dohányzott. Ő is így szívta, mint te. Aztán egy nap elment cigarettáért, és nem jött többé haza. Aztán utána mindig a macival aludtam. Olyan furcsákat álmodtam vele. Sokszor azt álmodtam, hogy kirándulunk. Még néha beszélt is hozzám. Gyerekkoromban én is sok hülyeséget beképzeltem magamnak. Amikor 12 éves voltam, akkor a szüleim nem akartak nekem több csokit venni, én még vettem egy sportszeletet, és elástam. Azt vártam, hogy legyen belőle egy sportszelet. Ez nagyon aranyos. A szüleim meg elküldtek pszichológushoz. Azt mondták, hogy... Segíthetünk? Akkor üljünk le. Amikor a gyermek megszületik, még nem tud semmit. Nem tudja, hogy éppen nappal van, vagy reggel. Nem tudja, hogy az, amit eszik, az reggeli, ebéd vagy vacsora. Ő a világra figyel. Hogy? A tárgyak emlékeznek mindenre. Aha. Az emberiség már túl sok tudással rendelkezik. Okosnak képzeli magát. De visszahozható az a képesség, amelynek a segítségével ezen az objektumon keresztül visszajuthatunk a másik világba. Én elhiszem. Felfedezhessük a múltat. Én elhiszek mindent, amit mond, de most szeretnénk kettőbe beszélgetni. Az információ itt van. Ez teljesen elhagyatos. Hogy? Azt mondtam, hogy szeretnénk kettesbe beszélgetni. Nem. Az előbb mondtál valamit. Semmit nem mondtam. Nem. Semmit nem mondtál. Nem. Te is a hülyének nézel?
is meg! Korsó. A korsó. Nyissa ki az ajtót! Na mi van most már? Magázódunk. Nem tudom, mi a faszt képzel magára, hogy velem akarja kifizetni azokat a szaros korsókat. Az egy nagyon különleges korsó volt. Hát, te meg ki a faszom vagy? Jól játszott a mérkőzésen, több forintos labdája is volt. Novakovics vele szemben, Balog, és kiüti Novakovics! Nézze, én... Most már maradjunk a tegezős formán. Én hajlandó vagyok kifizetni a kárt, amit okoztunk. Hajlandó? Kifizettem a korsót, amit összetörtünk. Nem érted, mi? Nem a pénzről van szó. Az a korsó engem 36 évig szolgált. 36 év. Hogy ember öltem. Értem. Tényleg érted? Gyere, állj ide! Szerinted érti?
bólogassál! Azt mondtad az előbb a telefonban, hogy szerinted szőrös. Mi? Azt mondtad az előbb a barátodnak a telefonban, hogy szerinted nem szőrös a csaj pinája. Ha szőrös a csaj pinája, akkor mind a ketten elmentek fizetség nélkül. Ha viszont nem, akkor nem. Kérd meg, hogy ötküzzön le. Csajt, hogy vetkőzzön le. Ti betegek vagytok. Kérd meg, hogy vetkőzzön le. Vetkőzz le. Na. Kész csoda, hogy még szűz. Anna.